A Fehérvár megyei civil közösségi szolgáltatóközpont adott otthont az immár 10. alkalommal megvalósuló civil véradásnak Székesfehérváron. A civil központok országos hálózatának szervezésében évente kétszer megvalósuló program utolsó állomásán szerda délután, 2 és este 6 óra között várták a véradókat. Az utolsó állomásunknál vagyunk, múlt héten zajlott véradás Dunaújvárosban, Móron és Sármogárdon, eddig több mint 100-120-an vettek részt a felhívásunkra, érkeztek egy országos rendezvénysorozat részeként, ugye Fehérváron is megrendezésre kerül. Zugor Zsuzsanna hozzátette, hogy a véradás életmentő lehet, hiszen egy véradó 3 ember életét mentheti meg. Molnár Krisztián, a Fehérvár megyei közgyűlés elnöke rutinos és felelős véradónak vallja magát. Szerda délután ő volt az első, akitől vért vettek a szakemberek. Az elmúlt 10 évben rendszeresen részt vettem véradásokon, azért határoztam el, mert úgy érzem, hogy egészséges vagyok, és ezáltal másoknak is segíthetek. Ez a legfőbb szempont. Természetesen az is egyfajta szempont, hogy felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy aki egészségesnek érzi magát, 18 és 65 év közöttiekről beszélünk, az jöjjön el és adjon ő is vért, hiszen a vérkészítmények maximum 5 napig állnak el, és országos hiány van belőlük. Civil véradás legközelebb szeptemberben lesz Fehérvár megyében, így Székesfehérváron is. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya minden esetben legyen náluk, valamint csak is az adjon vért, aki a véradás napján egészségesnek érzi magát.